sajnos nem jó van a gyomroka. Hát igen. Na, ez is végződött. Szuper. Hiper vagy. Hiper, én is azt mondom, hogy hiper a szuper. Ki hív téged Facebookon? Engem Facebookon? Úristen! Szerintem nem. Én ezt nem szeretem. Ez hogy lehet kikapcsolni, hogy engem Facebookon ne tudjanak tudni, mert a több előttomban. Valakinek nincs kérdele, az egyik. Soha életemben nem jött visel ki Facebookon. Szerintem most csörök. Igaz? Most csörök először így. Aztán hazajött apám. Jézusom! Életemben nem hívtam. Na, már vagyunk 1004-en, osszátok, info. Andi, ha most látsz engem a Facebookon, holnap nekem nem jó, mert vendégeim vannak, én nem érek rá a holnapi nap valószínű, azért nem is hívtam vissza. Tehát Kuris Andinak üzenem, én holnap nem vagyok, mert vagyis vagyok itthon, de én készülődöm és vendégeket várok, tehát nem azzal fogok foglalkozni. Most, tehát kicsit vagy nagyon korán gyere 9-kor, ami nekem amúgy nem jó, mert én későn kelő vagyok, vagy majd írok Instagramon, ahol írtál rám. Tehát ez, mert ő hívott engem most Facebookon, én soha nem hívtak Facebookon. Na most ez, hogy sziasztok, csajú, papa is jön? Papa már elmet már volt. Na, ez egy kis edény, ez pedig káposzta, van meg, tehát ezt már megsütöttem. Kacsazsír, káposzta lereszelve, só és bors, ebben más nincs. Ez lesz majd a tölteléke a réteskének. Sós rétest csinálok. Sós tiroli. Tiroli rétest, a tésztát. Ezt már Evelinke megoldotta. Igen. Kisebb nagyobb sikerrel. Igen. Tésztuka. Meg volt a kettőször hajtogatás. A szimpla dupla. Meg volt, ma is csináltunk a cukrász suliba, nagyon finom dolgokat. Sajtos masnit csináltunk leveles tésztából, és mit is? Teszínes gesznél tortát csináltunk. Igen. Na, úgyhogy... Nagyon sokat fogytál. Nagyon szuper volt, köszönöm. Hát igen, át van szakadva. A bőgét az nem kis dolog, az, amin én átestem, úgyhogy én anyukám nagyon finom rakott krumplit csinált ma, ebéddel várt. Na, mutasd meg még ezt. Kinyissam itt a fiókot. Itt hatott. Na, megmutatom a mamámnak a rakott krumpliát. Nagyon-nagyon finom volt. De már csak ennyi maradt. Kicsit sokat csinált nekünk. De hát mindenki féladagos. Na, beszéltem ma a Balázsral, az oktatónkkal, hogy én szeretnék káposztás tiroli rétest csinálni, hogy ez működőképes lehet-e. Balázs azt mondta, hogy még ő olyat nem csinált, nem tudja, de ne csináljam olyan nagyra, hanem piciket csináljak, és akkor lehet, hogy működőképes, csak hogy a káposztát jó nyomjam ki. Tehát nem sok kacsazsír volt alatta, de azért volt. Azért ügyes vagy, és nagyon szép, de a... Ki kell. Gyerekek, tényleg hasonlít rám, mirá? Most ebben innen azok tanakodunk, hogy tényleg hasonlít. Ma ő természetesen nincs itthon, úton van. Menetben van. Baráti körben van, tehát most Krisztiannal van. Ez volt a cím, ezt azért még megmutatom, tehát azért nagyon Info van, osszátok, vegyétek és egyétek, mert ez az én kislányom. Ő a kisebbik. Krisztiannak nagyon nehéz dolga van velem, mert hát az, hogy kezelhetetlen, az megmaradt. Apa kicsi lánya, hiába nőtt nagyra ma is. Jaj, hát hatalmas figura. Szerintem amúgy a Mari mamámra hasonlít. Egyébként igen, régen kiskorában is mindenki mondta, hogy tiszta anyósom. De lehet, hogy hasonlít rám is, hisz végül is az én gyerekem. Tehát, hogyha rám hasonlít, nem haragszom érte. Ő viszont igen. Tehát ő, amikor mondják neki, hogy tiszta anya, vagy akkor haragszom érte. Vérig van sértődve. Ha mit tudom én, mi lennék érted? Bányaném legalábbis, nem tudom. Én is rakott krumplit csináltam, sziasztok. Gyimesiné, Szalók, Judit is. Na, rakott is burgonyát érte. Csinált. Mindenki szétdicsérsz. Nagyon csinos vagy, Bea. Te még mindig nagyon csodálatosan nézel ki. Köszönöm, gyerekek, köszönöm. Nekem csak lesz. Én azon gondolkodtam, valaki nem tud olyat, hogy mi van olyankor, vagy meséljetek már egy olyanról, hogy amikor kirepülnek a gyerekek, az én férjem az ilyen vándormadár, soha nincs itthon.
És hogy én akkor mit fogok csinálni, amikor az én gyerekem kirepül, és itt hagy már megint. Egyedül leszek, mint az ujjam, és nem fogok tudni, nem. Hát mondtam, kutya. Lehet, hogy venni fogok majd kutyát. Mondtam, hogy vegyünk kutya. Úgy, mint Cilla, majd megkérdetem, hogy milyen kutyát vegyek. Nem tudom. Menhelyi kis kutyust hazahozok. Nem akarok kutyát. Nem olyan. Nagyon szép lett a pici virágból, el volt kapatva rendesen. Most is? Igen, nagyon, amúgy is nagyon hasonlít rád. Tényleg? Uh-huh. Ezt írják. Igen, hasonlít. Nagyon hasonlít. Nagyon hasonlít rád, Bea. Sziasztok, Bea, nagyon csinos vagy. Szeretem, hogy főzöm. Szépek hoztok. Kettő kicsibe fogom, és akkor kettő lesz, jó? Amúgy volt itt egy kés, egy jó kés nekem. Ez a új, amit a Tesco-ba vettél? Aha. Szerűen. Én is rakott krumplit sütöttem, Etelka Berna. Nagyon vagyunk, van rakott krumplinak. Vigyázzol az unokákra, azt írja. Bár csak az lenne, ha érted, bár csak ott lennék. Itt van a férjed is, Bea, te szép asszony. Szia, édesem, nem búcsúztál el tőlem. Na. Sziasztok, várjuk egész Sziget-Szent Miklóson, hogy lesz-e új győzikesó, sajnos fűtés nélkül vagyok, igaz, minden... Több van, de imádunk titeket. Nem értem. Na. Tészt egy kicsit. Mint ha még erre vastag lenne, ha meg a hólyagos is ott. Na jó lett a tészta? Vagy kicsit ez jó. A vaj ez? Jó. Jó. Hát ez nem az a vaj, mint a cukrászulis vaj, de jó. Szerintem jó. És akkor rengeteg mit kéne beletenni? Káposztát, ugye? Mm-hmm. Ez fel fog jönni szerintem? Felemelem. Alá lisztezem. Megnézzük, hogy be lehet-e tölteni. Evelyn jobban hasonlít, de természetesen anyjára, apjára hasonlít a gyermek. Ki másra hasonlítana? Mindkét lányok gyönyörű, gratulálok nagy hozzájuk. Nagy hát köszönjük mama. Szépen. Most kapcsolódtam be, mi készül? Tiroli káposztával. Igen. Tiroli édes káposztával töltve. Igen. Most próbálkozunk, tehát így első körben ezen vagyunk. Soha nem csináltam még ilyet, tehát ez ilyen premier plán. Aztán, ha nem jó, akkor holnap káposztás nokedvé lesz a kacsához. Akkor hát most csak azért próbálkozunk, hogy vajon meg tudjuk-e oldani. Most hamburger készül francia salátával, estére mozizunk itthon. Hú, de irigylem, Anita Bánrévi. Mennék én is. Hambizni, meg... bulizni. Ettél hamburgert a héten. Tegnap. Hamburgert tettél Petinél és Dórinak, úgyhogy... Igen. Mi? Tegnap meg volt a hamburger, meg múlt szombaton is azt tettem. Mondjuk az halbú volt, mert legalább abból szereti. Igen. Ugye a keszeksütőben az nagyon finom. Imádom a keszeksütőt, Salgótarjánban nagyon finom. Az a kedvenc helyem. Csak sajnos szerdától vasárnapig vannak. Hétfőket nincsenek? Hát elő nagyon nagyképű, de hogy mire nagyképűsködik, virágnak a nyomába nem mehet. Ez ki volt? Nikoletta Mata. Sziasztok, én is egyedül vagyok, kirepült a lánykám, ugyanúgy sütök, főzök, csak kicsit többet, mert neki is viszem. Puszi nektek, Judit Soltvadkertről. Most akkor így ide, hogy is volt, hogy a mankot így hát így középre. Uh-huh. De ott volt az, hogy várja. Várjál, nem behajtottuk? Nem. Na, most így az emlékeket idézgetjük föl. Igen, nekem ez le van rajzolva, én ezeket leszoktam rajzolni. Most ez fogoly? Aha. Így kellett beletenni. Ma is, amikor tudod, hogy vágtuk fel a derejvágóval, mik voltak a lépések, én ezt felrajzoltam lépésben. Hát én ezt nagyjából tudom, úgyhogy ezt nem annyira akartam felrajzolni. Evelyn, adsz egy puszit hangban a 89 éves mamimnak, Krisztián Vohányi. Puszi a maminak. Isten éltesse őt erőben, egészségben. Na. És akkor lefelezted? Hát, igen. Aha. Csak hogy ráférjen a másikban már kevesebb lesz. Ja, még van itt is, semmi. Persze. Ja, jó van. 60 deka, itt most ez 60 deka volt. Uh-huh. 60 deka gyümölcs, mák, túró, bármi, akármi. Mondd el a receptet, Evelyn, hogy készítetted a tésztáját? Hú. Ott van egyébként, ott van. Igen, inkább elmegyek érte, és akkor be lehet majd fotózni. Nincs itt. Beraktad a
Borítékban? Nem. Akkor itt van az újság alatt? Nincs ott, akkor szerintem föl lett oda. Nem, nem raktam be. Beraktam? Itt ez kész. Itt lesz, itt lesz szerintem. Nem, nem, nem. Nekem halkusztás a kezem, nézd már meg, én oda raktam. Na bocs, csak közbe veszlek is. Hát itt nincs el. Akkor a harmadik fiókba itt oldalt. Meg harmadik fiók oldalt. Na mit? Kint. Jó, majd megnézzük. Na mindegy. Mennyi volt a liszt? Azt el tudod mondani? A liszt? Nem emlékszek már rá. De vagy nem, hogy mennyit mérték ki? Azt hát 200 vagy 150, ma nem tudom, mert valamelyikből 150 volt, valamelyikből 200. Aha, aha. Nem, nagyon nincs meg most ez nekem. Na igen, ilyenkor kell kezet mosni. Ezt mondta is. Balázs, ugye? Igen, hogy ne legyen olyan a külső. Na most ugrjuk majd a majom a vízbe, mert hajtogatunk. Ajaj. És egy sütőpapírra helyezett kis tepsikére. Kis tepsikére, kis sütőpapír. Jajaj. Meg a hasztekúta. Már szörnyű. Igen, ezt mindjárt felveszem. Akár egy cukrázat is üzemeltetni, annyi sok izéd van, kacatot. Ez miért van itt? Ez dobban van, okay. Híres. Na, szuper. Na, most jön a legizgalmasabb rész. Hogy is volt ezt ide föl? Ugye? Vagy... Uh-huh. Ugye? Várjál. Hogy volt? Így? Nem. Bocsi. De bátrabban húzd rá. Nem bírom. Hát szét fog szakadni. Hát akkor meg nem jó nyújtottad. Szét fog szakadni. Ilyenkor nem az volt, hogy lekentük? Tessék? Majd most kell lekenni a tojással. A ragasztáshoz. Tényleg? Aha. Ezt a részt le kell kenni, uh-huh. És akkor úgy fogod tudni össze. Látod, azt el is felejtettem már. Jó az öreg a háznak. Jó. Egy tojás elég? Elég, persze. Elég. Mária. És én még azt is lerajzoltam, hogy be van pölölkenés. Na, tudom, hogy te mit mondasz amúgy, hogy mit vágtunk le belőle a Tirolinak a tetejét, amit így dísznek uh-huh. Hagyunk. Oké, Adi. Uh-huh. És akkor a kenő megértem a benne. Aha, jó. Köszönöm. No. De vidéki fiús hangod van, te lány. Micsoda? Vidéki fiús hangom van. Cakó vidéki. Andrea Dorina szerint. Csak vidékiek vagyunk. Hát én ma voltam minden, és tényleg. Azt nem bírom ezt a sok kritikát, tényleg. És egy vidék. Azért valami kis rádió szólhatna a háttérben. Hát akkor nem hallanátok minket? Persze. Egyet jegyezzetek meg, aki forgat, akkor mindent le kell kapcsolni. Mosógép. Ma előre félek, hogyha forgatunk, akkor se mosógép nem mehet, se tévé nem mehet. Hogy nézem a sorozatomat, én nem is fogom tudni. Ezt megemészteni. És akkor... Ugye ezzel sok káposztában mi fog történni még? Megeszed? Én. Aha. Ez fincsi-bincsi. Elhízok már attól, ahogy nézem. Simon Kitty. Hát Kitty, attól, hogy nézed, még nem hízol el, Nyugi. Sziasztok, mit csüttök? Káposztás tiroli rétest. Egyelőre úgy néz ki, hogy az lesz. Igen. Aztán, hogy tényleg az lesz, ott nekem olyan jól sikerült. Súlyan? Emlékszel? Aha, minden, szuper. Ja. 6000-en vagyunk most, képzeld el. Megoldottam. Mármint a cukrás súlyot. Igen, és akkor most kell még összepofozgatni. Ezt kell behajtani, ezt behajtottuk. Igen, így. Igen. Így, és akkor igen, most és kell akkor... rá majd a dísz.
kéne rá, igen, ami nincs. De ne legyen, mert így is izé. Most akkor még ezt az egészet le kell kenni, ugye? Igen. És akkor úgy díszítjük ki. Tehát tehetünk rá díszet, van. Izénk, kapacitásunk van még tiszta. Remélem, hogy befér ebbe. Aha. De, a remény hal meg utoljára. Na, oké. Okay. 3, 2, 1, emelés. Júj. Kicsit rövid lett ez a papír. Rövid. Hát ez egy csodás méretű papír, ami kisebb tepsibe való. Így. Így. Oké? Okay. Igen. És akkor van még egy másik része. Ebből most lefogok akkor. A dereje vágóval. Aha. De 4 csíkot kéne levágni. Akkor nem marad arra izéd. De én nem teszek csak így ide, közepére nem. De végül. Nem ne rakja, mert így is a végén, amikor ráhajtottad, tök szakadós volt. Igen? Igen. És már 2 csík ebből a kis tésztából szerintem nem jön ki. Mert szét fog nagyon szakadni. Lehet, hogy többet kellett volna tésztát készíteni. Nem, a nyújtásnál kellett volna résen lenni. Mindegy. Jó van, Evike. Jó, a cukrászatban mondtam, nem bírsz velem. Jól van. Na, azért, mert te mindent jobban tudsz, mint én. Na, még Izraelből is vannak itt. Ma, megint úgy Jarovszki, Ildikó. Én úgy mennék oda. Belgiumból is írtak, az előbb láttam. Szlovákiából, Romániából, Dunaújvárosból. Itt vannak a szomszédban. Mikor sütünk mákosat, az a kedvencünk. Mi sütöttünk a múltkor tiroli malakosat, elmondanám nektek, hogy a múlt héten tejszínes túlótorta volt, ami nem nyert el az én tetszésemet, sem meg egyébként senkit. De csak azért nem nyert el, mert nem volt benne egy gram cukor se, tehát én úgy nem bírtam megenni. És hogy ez minden receptúra alapján csinálunk, ezt ma sérelmeztem is, és mondtam Balázsnak, hogy ez nem volt jó. És olyan tiroli malakos rétest csináltunk, ami volt ugye a tészta, pörbe, és benne nem hazudok, tehát ilyen ökrömnyi mére, és ez mintha be lenne burkolva. Nekem, őszintén megmondom, nem jött be az sem. Jaj, tehát olyan válogatós vagy amúgy, tényleg. Az, ha almával lett volna, isteni finom lett volna. Az, ha túróval lett volna, isteni finom lett volna. De a mák nekem annyira nem jött. Tehát túl tömény. A mákos rétes tömény volt. Az úgy volt, hogy van benne alma, vagy egy kis tök, vagy valami van benne. Tehát az a tömény mák, az nekem nem jó. Oké. Okay. Megjelesen ezt a bastit megmutatom nekik. Fél kézzel. Várja. Ezt addig ide lehelyezem. Így addig vesz tégelet a kamera. Na, vissza is jöttem. Mutatom is most. Ezt ma csináltuk a cukrássuliba. Ez sajtos masni. Aminek nagyon nagy sikere volt, mert már egy... Ups! Egy emelettel majdnem elfogyott. Most egyet meg is kóstolok. Mi készül? Hát a tiroli rétesnek csináltuk meg a leveles, hajtogatott vajas leveles tésztát. Azt megvett. Viszont mindennek neki mentünk, most egy káposztás tölteléket töltünk bele. Meg akarom nézni. Nézzétek milyen belülről. És ez is sem úgy ilyen vajas hajtogatott tésztából van, mint ő ott. 5, 6, 9, 4, 6, 100. Hát ez annyi a káposzta, Vikim, hogy ehhez még lehet, hogy dupla tészta is el kellett volna. Ez isteni lett, hogy aljó sós. Ügyesen összedolgoztok, jó nézni benneteket, én a mákosat szeretem, Katalin Szegedről. Én te figyelj, ez persze, aki mondjuk nálunk győző úgy ette, mintha Manna előtt volna. Ja, még az RTL-es kollégainak is. Igen, mert azt mondta, hogy ez nagyon finom, ő még ilyen finomat, hogy ennyire tele van máka, tehát nem vagyunk egyformán. Azt mondta, hogy ez tök jó, pont el van találva, hogy ennyire sok mák van benne. Nekem túlzó volt, tehát nekem ilyen túlzó volt, ami... Sziasztok, azt szeretném kérdezni, lesz-e harmadik könyv, és mikor? Tippel Imréné? Hát, drága Tippel Imréné, én úgy gondolom, hogy
terve van véve. Sőt, a receptek gyűlnek, de még a kiadóval nem ültem leegyeztetni. Tehát ezt általában március környékén szoktuk leegyeztetni. De már tavaly is, amikor a második könyvem ugye megjelent októberben, már szó volt róla, hogy desszertes könyvet még ők szeretnének velem. Aztán nem tudom, hogy, hogy most ez egy desszertes könyv legyen ténylegesen, de mondjuk a kiadó az úgyis tudni fogja, hogy mire van igény, úgyhogy... Masnyi receptet kaphatok? A papír sajnos kint maradt, ami vannak. Ki fogom próbálni. Olyan lassú vagy, ezt nem hiszem el, csiga tempó. Markus replika. Gyere ide és csinálta előttem. Hát de a cukrászatban meg ezekhez lassúnak kell, precíznek kell lenni. Mert... Nem tudunk sietni, igen. Akkor elmegy a buszunk, érted? Én tényleg is ilyen temperamentumos, gyors vagyok, mindent csináljunk, és most már én full lelassultam magamhoz képest. Relax van. Igen. Na? Meg itt az, hogy mindent mérni kell, ha valamit nem úgy mérsz, ahogy az szerepel a listán, akkor kicsit rá is pászhatsz. Bea csinálja a maradék káposztából strapacskát. Imádom, Jutka Erdélyből. Edelényből, bocsánat. Szeretjük mi is a káposztás strapacskát. Én ja, is a fater kedvence. Nem most. Fater. És finom. Na, ez jobb lett, Evel, én ezt át tudtam húzni. Nézd meg. Nem kented le? Muhaha. Tényleg? Igen. Jaj, még lehet rajta javítani, na. Úristen, anya, de tényleg? Mi van? Hát itt ennyire nem emlékezni. Nem. Ami múlt héten volt, az az... Hát előbb csináltad egy két perce. Két perce. Persze. Na, igen. Na, igen. Hát, az, na, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Nem, amikor az ember elkezd szemlis lenni, akkor ilyen dolgok. Ma megcsináltam a csörögefánkot, a receptetek szerint isteni lett. Tényleg? Julianna Horvátni Molnár. Jó. Egészségetekre köszönjük szépen. Végre valaki a recept szerint meg... Na most itt ez csúnya már. Szétszakak, mert vissza kellett fordítani az egészet. Kutya minden itt neki. Ezt nem szeretem. Te keredik a létes. Úgy tényleg dupla mennyiségét kellett volna. Hát nem mértük le a káposztát. Én gondoltam, hogy nem, de biztos meg lesz 60, de hát nem, még több is. Masnyi receptet kérünk. Na majd egy kövi live-ba, akkor megsütjük. Annak hajtogatás. Igen, de... Egyszerű. Nem, mert ott az állagot az elején eltalálni, hogy melyik az, ami utána még könnyen nyújtható. Mondjuk adnám, hogy csinálnánk egy olyan live-ot, amiben megsütöd ezt a vajas hajtot, tehát mert azt szerintem tök hasznos. Tudják édesen, sósan készíteni, és akkor megmutatnád, hogy kell hajtogatni. Na, mikor legyen olyan live? Írjátok már meg, légy majd komiba. Jövő héten valamikor. Jövő héten elég elfoglalt leszek, nem tudom, mikor tudok majd kamerázni. Jaj. Na, szuper. Most akkor még ezt is meg kell, ugye? Igen. És egész tojás kell, tehát nem tojássárgája. És ezt kisütöd? Nem. Ezt csak így elkészítettem. És akkor ma holnap kisütöm. Szerintem ez jó lett. Hát nagyon remélem. Hát a tésztát te csináltad, tehát nem lehet rossz. Azt mondod, a káposzta az finom, tehát akkor most ez nem lehet egy rossz dolog. Érted? De nagyon szeretlek. Milyen arckrémet használsz? Ágott a vér. Ez egy fogós kérdés, mindig más. Most képzeld el, hogy a lányoknak, ugye a barátjaik, azok nagyon figyelnek rám, és akkor mind a kettőtől én arckrémet kaptam, meg saját magamtól is arckrémet kaptam. Hát nem extrázom, volt, amikor laprélét használtam, az jó. Utána használtam már zószkint is, az is jó, de én a legjobban, amit szeretek, az a most mit is használtam? Klinik? Hát a
kliniket. Én olyan izé vagyok, én olyan egyszerű. Én oda bemegyek, ott olyan kedvesek az eladók is, és akkor mindig... Olyan, meg most volt kedvezményünk is. Varga mi a barátnőmnek köszönhetően. Úgyhogy köszönjük. Ne adják a dolgokat. Ja, mennyi Lindor golyót kaptunk? Igen, a kliniben. És akkor kaptunk még Lindor golyót is mellé. Na, ezt a masnit nagyon sokan írjátok, úgyhogy valamikor sort kerítünk rá a közeljövőben, ezt megígértem, és ígéret szép szó. Na. Mikor jöttök Újszászra? Voltatok már itt? Persze, igen. Vajdánál voltunk. Vajda barátoknál, ja, de most nem, nincs tervbe egyébként. Ja. Az, hogy menjünk. Győző volt most ott megint, amikor... Ja, éttermében is volt. Az éttermében is volt neki, mikor prófot temették, akkor ugye neki van étterme, és csak így priviben egy pár főre, 5-6-an voltak is. Én mindig sok káposztát lepirítok egyszerre, és kiadalogom, berakom a fagyasztóba, és ha kell, csak kiveszem egy adagot, Lajosné Burkali. Na, ez nagyon jó tipp. Ez egy jó tipp, Lajosné. Na, nem tudom, ez a tojás, ez így itt van maradva, tehát azt így ráhúzzuk. Szuper! Megsütöttem a karácsonyi mézes kalász receptelet, és isteni! Tényleg? Brigi Barbat! Aj, köszi Brigi! Na, most boldoggá tettél, mert hogy az a mézes kalász recept, már nekem ez egy kicsit régi, de az ugye az első könyvemben van benne, és én azt szoktam megsütni, úgyhogy én abban hiszek. Itt azért elmondanám nektek, hogy mindenkinek, ha jártok, tehát van itt alapvetően zaj, egy mosógép most centrizik. Mindenkinek van alapvetően egy jó receptje valamilyen ételhez kapcsolódóan. Aztán azt felülbírálni saját magadnak, azt, hogy most a családodnak esetleg tetszene az, hogy amit az én könyvemből elkészítesz, és az valóban olyan finom lehet, azt csak úgy tudod meg, hogyha a könyvet előveszed, és akkor a hozzávalókat, meg a leírás alapján megcsinálod az ételt. És ilyenkor tudom meg, hogy igen, működőképes a recept, mert mondod, Briki, köszönöm szépen. És most a héten kaptam például olyat is, hogy megvan neki a könyvem, és akkor, hogy a családjának, amikor főző, végigfőzi az egészet, és hogy már kérdezik tőle, hogy ez Gáspár Bea? És akkor tehát amikor valami más tízt félnek felfedezni, akkor kérdezik, akkor ez Gáspár Bea? Igen, és akkor mondja, aki főzte, aki írta nekem, hogy igen, ez az ő könyvéből van. És akkor úgy örül, hogy örül a család, annak örülök. És hát ugye Vázi Alexandra kedves top fanom, akit én is imádok, tehát ő is szinte az egész könyvemet, az elsőt, a másodikat lefőzte, és elküldi, és dokumentálja, aminek én nagyon tudok örülni. Aztán, hogyha úgy van időm, vagy esetleg olyan napom van, hogy én is úgy érzem, hogy ezt meg kell osztanom, akkor az Instagramon nagyon szívesen megosztom őket. Tehát ennek mindig tudok örülni. És hát ugye apró örömök vannak most az életben, örülünk, hogy vége van ennek a hosszú januári szürke, nem is tudom milyen hónapnak, most már jön a február, ugye hétfőtől február lesz. Bocsánat, közben írjak megint, Herőke finom lett, ma elkészítettem, Maria Blaskova. Köszönöm már. Mikor lesz kész? Viszek cserébe pizzát. Norbert Lenner. Nem kérünk pizzát. Tudod miért nem kérünk pizzát? Mert tegnap Virág az sütött. Egy, kettő, reggel töki pompos sütött nekünk Balázs reggelire, ami hasonló a pizzához, sőt szerintem finomabb volt. Úgyhogy ma így full house-on vagyunk, ettünk rakott krumplit is, gombolevest is csinálta jó, és már most itt van nekünk a réteske, de a réteske... Én, receptje... Bocsánat, én a héten a töltött paprikádat készítettem el, és nagyon finom lett. A lett a rác. A töltött paprika nálunk is terítéken volt, vasárnap. Igen. Nálunk ilyen a rizses hús. Párom kérdezi, hogy a Bea féle? Snyíj, Noémi. Hát ez nagyon úgyhogy jó. Na, látjátok, olyan jól lehet veletek beszélni. Klassza csöröge fánk recept, köszi Beas. Ezért szeretlek titeket, de aranyosak vagytok, köszönöm. Juli vagy Judit? Judit. Köszönöm Judit, hogy igen, leírtad. Aranyosak vagytok tényleg, köszönöm szépen, hogy követtek és hogy nézitek ezeket a live-okat, amiket csinálok. Aztán... Napokban a répatortádat fogom elkészíteni, na, Szeles Dóra. Nem fogsz csalódni, viszont itt előre jelzem, nagyon sokan, akik megsütötték a répatortát, nem tudom milyen oknál fogva, nem marad rajta nekik a máz. Én nem tudom miért, de ott le van írva, hogy ennyi és ennyi fehér csoki kell a végén.
Tehát ez a ennyi és ennyi fehér csoki, pontosan most nem tudom megmondani, azt hiszem két vagy három darab a fehér csoki kell a végén, hogy megmaradjon rajta a maszt. Ott azért a fehér csoki, én azt hiszem, hogy három vagy négy tablával szoktam venni, amikor répatortát csinálok, mert egy kell bele, és kettő vagy három, már nem emlékszem rá pontosan, úgy a tetejére, ugye, ami a mázak alkotja, amit fel kell olvasztani, és akkor rá kell a végén húzni. Tehát attól marad meg a máz, hogyha van benne csoki bőven. És hogyha esetleg a recept nem úgy működne, mert nem látjátok azt, hogy most annyira ragaszkodna a máz a tortához, akkor legyen talomba otthon még egy fehér csoki, már elnézést, csak azért, hogy besűrítse azt a bevonót, és hogy lehúzni, és akkor utána, az nagyon jó, amikor a végén egy nagyon puha fehér réteg van a tetején, amikor ugye kipihente magát a torta, és megdermed rajta az az egész máz, és akkor az a vastag, fehér, ugye mert ebben nem teszünk semmilyen tölteléket, csak maga a máz van benne, vagy máz van rajta, és akkor kész, ennyi. Mondjuk aki akarja, az be is töltheti valami krémmel, én nem szoktam. Én nekem csak van a torta, a máz, és akkor azt tudsz elni. Amikor sütsz valaki, annyira mondod. A fehér jó, és ez van, fehér csoki az nincs. Hát itt fehér csokit kell hozzávenni, és akkor már csinálni. Jaj. Ennyi. Na. És megettem volna vacsorára, hát ha jót tett volna az inzulinomnak, kis cukorbomba. Rép a torta? Uh-huh. Hát figyelj! Na, azt mondom, hogy ellene vagyok, de megoldható ez a sztori. Olvasom még kommentet, vagy vége? Nem ettem répatortát, de kipróbálom már. Hozom a receptet nektek a izéhez. Klassz, a kakaós csiga recept is. Mutasd meg, ez mind tétel. Sziasztok, már kétszer sütöttem a répatortát, és rajta maradt a máz, nagy sikerű volt, üdv Szlovákiából. Na, rajta maradt, akkor te betartottad, és te hány távot csokítettél rá? Kettőt? Nem tudom, mennyi van rá, de gramban azt hiszem, hogy volt. Dekagramban van, nem volt helyen. Azt mondja, hogy na, itt van Jakab Balázs is, köszönöm szépen. Balázs, na, már elkészültek a tiroli mákos, vagy mákos? Mákos, káposztás. Igen, úgyhogy ott vannak, várják a kisütést. Köszönjük a tippet. Szuper. Na, itt van a masni recept, amit jövő héten szombatot írtak a drága aranyos követők, rajongók. Szombat, jó. Hogy megcsináljuk. Igen, és akkor mutatom. Liszt 300 g, margarina 150 g, étolaj, én azt evőkanállal szoktam, só, ecetet is evőkanállal szoktam, és a víz. És kell még majd egy tojás, a kenéshez egy egész tojás, illetve reszelt sajt. Balázs, itt van még szerinted? Na, Balázs, ezt majd 4 napodra nem fogjuk elfelejteni, ma elfelejtettük betenni, úgyhogy előre is boldog Balázs napot kívánok neked, február 3 vagy február 4, de héten lesz, és elfelejtettük betenni, tehát ez az alma, közelítsél rá, ez az alma, ez meg a körte. És egy ilyen pakkot fogsz kapni a Gáspár családtól. Itt van, szupi! Egészségedre, előre is! Igen. Ez pedig a tiroli létes. Itt 200 g liszt, 150 g húzó margarin, só, ecet evőkanál, víz az 150 g, és egy evőkanál étolaj. És itt pedig a gyümölcs, most nálunk ugye az a káposzta volt, 600 g, ugye egy édes töltelék esetén. De ott azért úgy csináltuk, hogy egy, tehát ez az egész egy nagy volt, és a 600 g az úgy ment bele, az egy nagy babgyalmánk, és úgy. Most kettő kisebbet próbáltunk összehozni, hogy esztétikusabb legyen majd a tányéron. Aztán nem tudom, hogy fog ez történni. Konfittálódik itt egy kis kacsacombocska, most lenullázódott ott a dolog, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mennyi ide, de szerintem olyan 3,5 órával van bent, egy 130 fokon van most per pillanat. Úgyhogy ha itt elpakolunk, akkor én azt le is kapcsolom. Holnap omlani fog a csontról lefelé. Az az egyik specialitásom, úgyhogy Katika, holnapi menüsor. Csirkeleves. Itt van, pont most írt Katika Bartos. Szia Katika, tehát Katikám a holnapi menüsor. Csirkeleves, egy kis extrával, ilyen csirkegombócokkal, rozmaringos csirkegombóccal, utána kacsacomb ezzel a tiroli káposztásrétessel és egy kis barna mártást, mert megpróbálok valahonnan kerekíteni.
és természetesen rántott csirkemell győzőkének krumpli pürével, mert ő ezt szereti. Nem tudom, lehet, hogy nem is rántott lesz a csirkemell, hanem csak ilyen... Melyik az a panél? Tócsni. Tócsni is, igen. Vagy nem tudom, lehet, hogy rántott. Nem tudom. Én panírozni nem szeretem. Azt megoldom én. Igen, igen, igen. Aztán, hogyha ez a rétes nem ok, akkor csinálok még egy strapacskát, egy káposztás strapacskát. Mert egyébként a borvacsorás vendégeim legelső borvacsorám alkalmával kóstolhatták meg ugye a kacsacombot, mégpedig egy kis zsűvolt mellette, kacsacomb, káposztás, nokedli és sült alma. Tehát ja, sült alma, tehát még alma is ott van, tehát az alma... Sziasztok! Kérek tortát a szülinapomra, én is puszika, Csaba túró, Isten éltessem! Isten éltessem! Ja. Hogy reméljük jövő ilyenkor már cukrászdába jöttök hozzám, és rendelitek a szülinapi tortát. Ha jó Isten is, velünk lesz, és így akarja. Hát igen. Igen. Igen, igen, igen. Tehát nagyon nagy munkaerő hiány van, tehát nem tudom, hogy honnan fogunk szerkeszteni legalább egy segítő. Minimum egy kell, de inkább kettőre gondoltam. De majd ezt mindent a maga idejébe, tehát azért... Így van. Először meg legyenek meg a receptek. Először legyenek, nem. Meg a tudás, meg a papír, hogy én cukrász vagyok. Papír, papír. Képzeljétek el, pénteken elkezdtünk egy orosz nyelvtanfolyamot. Nem is, ez indult, ma indult egy angol is, de véletlenszerűen se arra mentünk, oroszra mentünk, pedig az angol az lehet, hogy kicsit hasznosabb lett volna, mindegy. És ingyenes. Azt mondjad el azért. Hogy ingyenes nyelvtan folyamon veszünk részt, ingyen, ketten. Ingyen, még is édes. Ez már második. Nekem ez van becsípődve most, hogy ezt a holt időt, ami ugye ez a sehol se tudunk menni, ez a 8-ra haza kell érni, nincs étterem, nincs buli, nincs szórakozás, hát most így egy tanfolyamot kezdtünk, és mindig tanulunk. Tehát jó pap, holt itt tanul, most meg lesz, jövő ilyenkorra végzünk a cukrászsuliba, tehát meg lesz a cukrászpapírunk, ez egy két éves rendes tanfolyam, és nem tudom, ez az orosz tanfolyam meddig fog tartani. Hát lehet, ha a jövőre ilyenkor nyelvvizsgázol oroszból. Lehet, hogy Putyinnal én fordítok majd. Tehát semmi se lehetetlen. Tehát, hogy majd annyira megkérnek, hogy hú, én tudok egy nagyon jó szinkron tolmácsot. Ott Nógrádban. Egy kis, mi az? Akcentussal beszélt. Nagyon jó. Már annyian, hallod, már jelentkeznek cukrás segítőnek. Én nem hiszem el. Tényleg? Hát ők aranyosak. Szuper. Na, úgyhogy... Budapesti helyszínen lesz, úgyhogy budapestiek előnyben. Jó. Majd. Az orosz mire nektek? Hát hobbi. Hobbi. De figyelj, én orosz tanultam, nem akarok neked hazudni, 1984-től 1992-ig. Ha ezt így megszámolod, hogy hány éven keresztül, 4., 5., 6., 7., 8., 1., 2., 3., 4. Tehát ez így röpke 9 évig tanultam oroszt. Nagyon ügyes voltam úgy, anya. Mindenbe segített, nagyon kente vágta a Cyril ABC-t, tényleg. És visszajött 3 pillanat alatt az a nem elvesztegetett idő, hogy Bodorhanyi mellett ültem, aki egyébként orosz faktos volt, és ő mindent tudott. Ja, mindent hogy... tudott, és most én éreztem magam Bodorhanyira, hogy én tudok mindent. Igen, hogy anyu volt osztály első. Nem, Tamara volt az osztály első, nem én, de hát mindegy. Hát de te is ott voltál az élvonalban. Az öregek, érted ezt? Az öregek, a 40 pluszosak, ha meg Csabi, jó az Csabi, az edződ. Hát ő is tolta. Hát ő is, ő volt Moszkvában is hallott. Hát lehidaltam, mert nekem az egy nagy pakancsista, hogy egyszer eljussak. Na, azért tanulunk oroszul, hogy amikor kimegyek Moszkvába, akkor ne tévedjek el a Kremlinnél, amikor megnézem Lenint a mauzóleumba. Miért? Ez most miért bakar? Miért? Ez a hülyeség? Nem. Szeretném nézni azt a meg azt a izét, azt a sok székes egyházat, ami ott van, meg mindent, az olyan szép lehet. Jajajaj. Érdekes. A Russian style. Ja. Érdekes, nekem tetszik. Úgyhogy jó, úgyhogy ajánlom nektek, most nagyon sok program indul, ilyen nyelvtanfolyam, meg felnőtt képzések ingyen, csak meg kell érdeklődni, utána kell járni, itt Csalgóterjen is környékén, angol, orosz, minden is van. Én szeretek itt lakni. Igen. Úgyhogy most járunk a Klub Britannicába tanulni. Igen. Na, úgyhogy cukrázza és nem étterem. Story magazint, ahol a drága aranyos kislányomról van egy cikk, 4 oldalon, úgyhogy ezt lapozgassátok át, akinek megvan. Hogy nem
étterem. Hát figyeljetek, én roppant mód, most ezt csúnya kimondani, örülök, hogy nincs vendéglátó egységem. Már utóbbi egy évben szerintem az összes maradék olyan kihullott volna az aggodalomtól, meg a nem tudom mitől. Ilyenkor, amikor az van, hogy például én nekem ugye a borvacsora azért nem olyan jelentős anyagi bevétel, mert én ott inkább, tehát az nem az, hogy hobbi, van belőle bevétel, nem arról van szó, de hát nem brandépítés. Inkább ez, hogy brand. Tehát, igen. És hogy azt sem tudom csinálni, pedig az egy évben azért az jó jött volna, jó jönne az. Viszont most az, aki napról napra, és akkor át kell állni a kiszállításra, meg aki nem bír átállni, meg nem bírja lecsomagolni, meg mit tudom én, meg nincs rá ember, aki házhoz ügye, azokat nagyon sajnálom. Hogy így ismerősi körben is mennyien küszködnek az éttermes ismerőseim, akiknek van éttermük, hát nem tudom. Tehát én ezt, én ezt biztos, hogy nem éltem volna túl, vagy legalábbis nem éppésszel. És ha azt veszitek, akkor tulajdonképpen a boldogságkor van a cukrászdára, ami egyébként, tehát az is egy vendéglátó egység, arra úgy mindig szükség van. És hogyha annak kell, hogy szüneteljen... Hát meg szerintem az, hogy amit múltkor is beszéltünk, hogy az mindenki számára elérhető. Mi olyan dolgot akarunk teremteni, ami igen. Most anyagi, vagy hova tartozástól függetlenül mindenki oda be tud jönni, mert ez egy olyan hely, ahol mindenki talál magának, nem? Nem is azt tudod, hogy most leülsz, mit tudom én, lesz a cukrászda neve, Evelyn cukrászda, vagy bármi, hogy képviseljen egy olyat, hogy most én fogyókúrázom, vagy tényleg, tehát nem hobbiból, tényleg allergiás vagyok, és hogyha én azt megeszem, akkor én attól kipattogok, rosszul leszek, befeszülök. Az olyanoknak lesz egy mentes vonal, ami mit tudom én most per pillanat mondok egy számot, 5-6 sütemény. 5-6 olyan szelet sütemény, ami mindennek, van benne mindenmentes, van, ami csak, mit tudom én, cukormentes, van, ami lisztmentes és cukormentes, van, ami tej. Gluténmentes, van, ami ilyenmentes, olyanmentes, amolyanmentes, de van, amiben csokis lesz, van, ami mit tudom én mi lesz, tehát 5-6, de az az 5-6 sütemény, az 5-6 sütemény, ami egyébként ott lesz a pultba, mint hagyományos. Például mit tudom én, lesz egy hagyományos képviselőfánk, egy zserbó, nem tudom, és ugyanannak az olyan vetített verziója, ami mai modern verzió. Természetesen, mit tudom én, egy képviselőfánk, most mondok valamit, egy képviselőfánk 5 forint, akkor természetesen, ami mentes, az nem azért lesz 10 forint, hanem a mentes anyagok drágábbak, duplában vannak. És a dupla az ott mutatkozik már meg, hogy a fogyasztói ára is dupla lesz. Tehát ezt így előre jelzem, hogy általában az így szokott lenni. Most csak így mondtam valamit. Hogy 5 forint, természetesen az 5 forint, ez nem 5 forint, csak így viszonyítási alapként, hogy akkor ami meg mentes, az meg 10 forint. Vagy nem? Na mindegy, gyerekek. No. Ennyivel ennyi. Tulajdonképpen. Jó, úgyhogy holnap majd rakok ki valami kis videót a kajákról. Majd egy képet rakunk ki a kajákról. Egy olyan képet, ami reprezentálja ezt a finomságot. Mert mondta Katika, hogy ők nem szeretik, ha live-oznak. Tehát ők nem szeretnek live-ba szerepelni. Holnap azért kocintok, itt hol leszek, tehát azért kocintok velük egy réget. Viszont nem iszok, ha az itt maradt, túl beteg vagyok. Ennyi kell. A mézest is vegánba csináltam, úgy is jó volt. Ilona Varga, de a mézes, ha nagyon kemény vegánba veszed a méz, az nem vegán, mert az a méhek. A méz az is állati. Igen. Tehát a mézet a méhek csinálják. Az agavéval, vagy mivel? Lehet, hogy akkor agavéval. Agavéval az úgy. Aha, agavészirupban. Igen. Ja. Ki tudja. Győző hol van? Hát Győző már ment a munkahelyére. Ő már a belevaló, ugye ma kiszavazás. Valaki ki fog esni, és ilyenkor előbb kell, hogy menjen, és ő már, hát már szerintem ott van a helyszínen. Figyeli a szavazást, ő a szavazóbizottság elnöke. Nem rakjátok be a sütőbe? Majd holnap. Nem másfél fokon megy a sütő, most megy a kacsó. A kacsa. És akkor most hop. Berakni. Megy. Milyen a húzós margarin? Nincs ráírva az, hogy neked kell ráírni. Húzó margarin? Igen. Nem tudjuk ezt megmondani. Hát megmutatom a milyenket, jó? Az iskolában, de nem olyan volt. Tehát
az iskolában, hát, gyerekek olyan professzionális dolgokkal dolgozunk, hogy... Ott ez a francia croissant. Csűfészes arcot. Ja. Az a neve, hogy húzó margarit itthon, amit használunk, azt a metróba vesztük. Ja. Mint húzó margarit. Megmutatom. Dráma. Szóval ez nem ráma. Egy kilós kiszerelésben van, és akkor ezt szoktuk használni a igen. leveles tésztákhoz. Úgyhogy mi ezt használjuk itthon. A suliban meg az a ilyen kék csomagolásban van, nagy dobozban, és egy ilyen croissant van ráírva, dobozban. Vagy igen, mi? Igen, egy ilyen marha igen. kartondobozban van. Jó. Na, szerintem búcsúzunk ezzel a gyárhoz. Akkor búcsúzunk. Vagy még akarsz beszélni? Hát nem tudom, olvasom még egy-két kommentet, kik vannak még itt. Melyik barátom? Virág hol van? Virág barátjával van. Imádom mentek, a könyved. A, köszönöm. Mentek a Story magazin publikálni, tudatod. Mindenki több a zsebelék azt, hogy jaj, de jól néztek ki a címlapon, és most ezt ők zsebelék befelé. Hi-hi-hi. Ezek csodálatos verek, szuper, hogy gondoltok a laktózis glutén betegekre. Igen, az árak különbözőek, nekem unoka húgom laktózis glutén érzékeny durván. Valcsi, hol van, né? Köszi, felírom a nevét, de ne vidd el. Akkor még mutatom. Grandmaster. Formula Special. Nem drága egyébként, ez az egy kilós faj, nem tudom, ami 1000 forint körül árban van, vagy 1006, nem tudom. Nem tudom, de pont mikor vettük, le volt árazva a metróban. Igen. Úgyhogy akkor mi leárazva vettük, azt mondom, akkor volt ilyen 1003. Aha. Sima margarin miért nem jó? Nem tudom, olyankor szerintem jó a sima margarin is, csak olyankor el kell keverni biztel, hogy tudod, amikor elindítod a tésztát, abból veszel ki egy picit, és akkor azt hozzáteszed a margarinhoz. És akkor úgy. Ehhez nem szoktunk tenni. Melyik suliba tanultok? Keribe. Salgótarjánban a Keribe. Ezt a vajat hol lehet kapni? Metróba. Honnan van a szilikonos gyúrólap? Ez visszatérő. Ez egy nagyon-nagyon visszatérő sztori. Ezt anno a Kikába vettem. A Tescoma a márkája. De a Tescoma márkát azt árulnak különböző háztartási boltokban. Nem tudom, szerintem lehet, hogy még az Ikeába is lehet ilyet kapni. De a megújult Kika, ami XXL Lux, vagy Lux, vagy nem tudom micsoda, ott is lehet kapni egy ilyet. Közben bocsánat, jött egy tök jó komi. Én is ezt a vajat szoktam a netről rendeltem, cukrászkellék oldalról 800 forintért. Barbie Dánielné Imre, köszönjük. Na, köszi Barbie. Tényleg? Cukrász? Miért? Cukrászkellék oldalról. Cukrászkellék 800 oldalról. Forint. 800 forint. Hát ez nagyon jó. Úgyhogy, ja, tök na, jó. Hát, Belma, megcsináltam a csörögefánkot, életemben először készítettem ilyet, finom lett, köszönöm. Kriszta Kókai. Egészségedre, Kriszta. Kedves egészségedre. Ti kire szavaztok a való világba? Senkire. Győzikére. Senkire. Receptet kérhetek. A receptet már elmondtuk itt a live 3/4 részénél, gramra pontosan. De jövő hét szombaton élőben. Tiroli rétes, ez ilyen nagy tiroli rétes, ez tett, ami 12 darabot kell meg egyébként nekünk a harmadik tételbe tenni. Kell hozzá 20 deka liszt. Húzó margarin, tehát ez a margarin 15 deka. Só kell bele, hát itt úgy írja, hogy mondjuk jó, akkor 2,5 gram. Ecet is 2 gram. Víz az 0,15 liter tételt, ilyen 2 deci, másfél deci, és étolaj kell bele 1 evőkanállal. Ezt összegyúrjuk. A húzó margarin az ugye úgy lesz húzó margarin, ahogy kérdeztétek, hogy le kell reszelni egy reszelőn. A nagy lyukún. Egy nagy lyukún reszelni, és utána kell belőle egy téglalapot formálni. És amikor megvan az összegyúrt tészta, ugye akkor behajtogatjuk szimpla, majd dupla hajtása, és amikor ez pihen, akkor kinyújtjuk úgy, hogy csak 4 fület hajtunk, középen vastagra hajtjuk, oda tesszük be a húzó margarint, amit ugye lereszeltünk és téglalapot formáltunk be, ráhajtogatjuk a füleket, majd amikor ráhajtogattuk a füleket, akkor a margarint belenyújtjuk a tésztába, és amikor belenyújtottuk a tésztába, ismét van egy szimpla és egy dupla hajtása. Nem jól mondtam. Tehát a szimpla és a dupla hajtás csak ezután van még kétszer. Először csak, amikor pihen a tészta. Igen. Ezt pihentetjük, majd beburkoljuk a vajat, majd a vajat eloszlatjuk benne, amikor már egy jó vékony lett, kinyújtottuk szimplán, majd utána megint jó vékonyra kinyújtjuk, duplán hajtjuk, majd pihentetjük.
De közben úgy pihentetjük, hogy pici lisztet alászórunk, és letakarjuk egy tiszta konyharuhával. Úgyhogy receptekért Katta bióba. Igen. Tényleg lesz győzikes ó? TikTok tele van promó videóval. Milyen TikTok? Küldjétek már Léci el a TikTokon nekem. GE.001 a felhasználóim. Köszi. Én nem vagyok TikTokon, úgyhogy én ezt nem tudom. Vagy teggeljetek már be Léci. GE.001 TikTok. Gréta oldalán találtok ilyen margarint, jó áron, és nagyon jó sok kellék és anyag van. Ki ez a Gréta? Nem tudom. Szuper. Na, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük kellemes szépen. Hétvégét. Jó, szia, Vanyas Laci. Olyan a tévében épp. Na, szuper dolgok fognak történni. Kell menjetek hozzátok, tanítsatok meg sütni. Jó. Erre ja. Amúgy pont kérdeztük a cukrásuliba, akit érdekel. Nyáron. Ősszel indul, úgyhogy májusban meg nyáron tudtok jelentkezni. Igen. Ingyenes, 2 éves felnőtt képzés. 10 osztály szükségeltetik. Igen. Igen. Úgyhogy én ajánlom figyelmetekbe, Salgó-Tarján környékén élők. Május. Igen. Nagyon jó, nagyon szuper a csapat, nagyon szuper az oktató. Nekünk jók az osztálytársaink is, akik vannak, úgyhogy nagyon szeretünk járni történetesen. És az, amiket csinálunk, tehát mindent fölül lehet múlni. Régen is szerettem sütni, de hát ugye én inkább főzni szeretek, az nem fog működni velük. És az, hogy most már azért egy-két tortát kimond az ember, hogy mit tudom én, Eszterházi, hát nem riadok meg. És akkor ennek így tudok körülni. Lehet, hogy még nem a legszebb, mert ugye gyakorlat teszi a mestert. Szerintem nem biztos, hogy elő fog fordulni az életembe az, hogy most egyszerre 20 Eszterházi tortát kell beburkolnom. Viszont, hogyha egyet meg kell csinálni, akkor igyekszem azért kimaxolni. A legügyesebb egyébként szerintem Mesi a csoportban, nagyon-nagyon ügyes. Ugye, Evelyn? Uh-huh. Szerintem is. Szuper. Na, goodbye. Nem goodbye. Paka. Vagy das vidánye. Amúgy a múltkor, képzeld, privátba kaptam, hogy látták ezt a körömlakszínemet a múltkori live-nál, hogy mennyire tetszik. Köszönöm szépen Dobák Dalminak. Nem tudom, mi a színkód, ilyen fekete lakbó vette elő. Fekete lakbó? Aha, nem. Az enyém mindig testszínű, hogy ne lehessen látni, amikor a vége lepattan. Ez ilyen esztétikai ok. Ja. Na, puszi megtesz, sziasztok!